Kedves nézőink, most viszont az egészségünkről lesz szó, sőt, a fiatalságunkról. Meg arról, hogy egyáltalán nem muszáj megöregedni, vagy aki már elindult ezen az úton, azaz már régen fiatal, azoknak is van megoldás arra, hogy ez a folyamat visszafordítható legyen. És mielőtt nagyon-nagyon hitetlenkednének, higgyék el, hogy olyan autentikus vendégtől hallunk most erről, mint Kecskeméti Lajos, kvantumkutató, író, hiszen 3 könyve jelent már meg hasonló témákban, úgyhogy szeretettel üdvözlöm, és nagy szeretettel köszöntöm Erdei Rékát, aki pedig asszisztens. Kedves Lajos, olyan hihetetlennek tűnik, hogy nem kell gyors ütemben öregednünk. Hogy van ez? Tulajdonképpen minden energia, végül is az egész univerzum, az emberi testet, nagyon röviden úgy néz ki, hogy ha az energetikai részt visszaállítjuk, akkor az öregedést lehet lassítani, sőt, én azt is megkockáztatom, hogy meg lehet állítani. Tehát mi is magunk is az univerzum lényei vagyunk? Így van, tehát innen indul ki. Igen. Innen indul ki. Kedves Réka, úgy tudom, hogy az univerzumot egy kicsit be tudod nekünk mutatni, hogy is kapcsolódik ez persze a mi csodagépünkhöz. Igen. Univerzumunkat elektromágneses rezgések vezérlik. Ezek láthatatlan módon tartják mozgásban a Földtől kezdve minden tárgyon át testünk minden egyes sejtjét. Így szervezetünk motorja, maga az energia. Ha egészségesek vagyunk, akkor ezek a rezgések harmonikusak. A betegséget a diszharmonikus, a kóros rezgések jellemzik. Így, ha a kóros rezgéseket kiiktatjuk, akkor ezzel visszaáll az egészséges működés. Természetesen gondolom, hogy azért ehhez egy kis segítség kell, mert ha rossz a rezgésünk, akkor azt mi hiába mondjuk, hogy na, rezegjünk már jól, ehhez valamilyen segítség kell, és ebben rejlik a nagy titok. Tulajdonképp ebben rejlik a titok, tehát én 35 évig voltam beteg, és 20 évig lesz kutatómunka, plusz a Geronto elixir, ez az öregedés leállító, a berendezés, ami itt látható, tehát végül is ez a berendezés képes arra, hogy a testünk saját frekvenciáit visszaállítja. Ha visszaállítjuk a lép, gyomor, tüdő, máj, epe, húgyhólyag, vese működési frekvenciáját, akkor megindul egy áramlás a szervezetbe, és az egészség egy laza, könnyed áramlás. Ha van energia, akkor minden rendben van. Tehát nem kell túl misztifikálni a dolgokat, mindig minél egyszerűbben nézzük, annál hatásosabb, annál működőképesebb. Tehát ez a gép tulajdonképpen addig-addig lett fejlesztve, ami képes egy olyan módon beavatkozni a szervezetbe, ami helyreállítja a mi egészséges hullámunkat. Kvantum tulajdonképp azt jelenti, hogy ha történetesen ugye minden szervünk akár a máj sejtekből épül fel. Most egy sejt, hogyha esetleg patológiás, rákos, nevezzük így, akkor annak van egy rossz rezgés mintája. A gép képes arra, hogy egy jó rezgés mintát tesz erre a frekvenciára, a rossz összeomlik, mivel nincs további támogatása. És ezért képes a rákos sejteket is tökéletes módon harmonikus működésre késztetni. Kedves Réka, itt van ez a gép. Mit kell csinálnunk ahhoz, hogy ezzel a géppel kapcsolatba kerüljünk? Pántok kerülnek csuklunkra, bokánkra, kapunk hozzá szemüveget. És megindul ez a bizonyos folyamat, ez Igen. A visszaállító folyamat? Honnan tudom én, hogy nekem rossz a rezgésem, tehát szükségem van? A gép megalkotásának az a lényege, hogy itt a háttérmunka, a mérnöki munka volt a fontos. Tehát azokat mi megoldottuk a mi csoportunkkal. Most a gépet a legegyszerűbb kezelni, tehát bárki kezelheti, ha egy egészséges ujja van, amivel benyom egy gombot, a gép saját maga megkeresi az energiahálózatba a blokkádokat, azokat oldja, és visszaállítja a frekvenciát. Tehát semmiféle szaktudás, semmi nem szükséges a gép, ezt direkt így alkottam meg, hogy ne legyen az a probléma, hogy telefonál, hogy ez van, az van. Tehát, hogy az emberi tényező... A legegyszerűbb ember is tudja használni. Na most kaptunk mi régen olyan telefonokat, hogy jó, de hát ki tud egy ilyen géphez hozzájutni? Van-e olyan mód, hogy tényleg az otthonunkba valamilyen módon kezelni tudjuk Igen. magunkat? Hát 2005-től
van ez a lehetőség, hogy most haza is lehet vinni, akár egyénileg, vagy csoportoknak, tüdőbetegek, aszmások, akik összejönnek, vagy vannak ilyen klubok, tüdőbetegek klubja, szívbetegek, cukorbetegek. Tehát mondhatjuk, hogy a nagy népbetegségek, így van, a klub, ahol összecsap... A három népbetegség, uh-huh. ugye, ami tulajdonképpen a tüdő, a diabetes, tehát a cukorbetegség, illetve a magas vérnyomás, ez a három. És milyen egyszerű, ugye, ha már úgy szemléljük, hogy a tüdő, a félelem, minden, a félelem. Uh-huh. A diabetes mi? A szeretet hiány. És a harmadik, a magas vérnyomás, a visszafogott tevékenység, a visszafogott indulatok. Uh-huh. Tehát ugye indulatos vagyok, de mai világunkban ezt nem nyilváníthatom ki, mert ha kinyilvánítom, akkor nyilván ha a főnököm, ha az anyósom, akkor az állásomba bárki, kerül, a családi nyugalmamba ebbe. Olyan következményeket uh-huh. hoz, és tulajdonképp ez, hogy fölkészülök erre a folyamatra, erre az üs vagy küzdj, és akkor nem történik semmi, fölmegy a pulzusszám, kitágulnak az erek, és úgy maradnak. Ennyi a magas vérnyomás. És ön most ezt lehetővé tette, hogy akár ilyen speciális betegségekre szakosodott klubok, csoportok, akár egy család, vagy két szomszéd úgy gondolja, akkor nyugodtan otthoni környezetben, igen. vagy ebben a klub környezetben tudja használni. Van erre nekünk egy filmünk, egy mondatban vezesse föl, hogy mit fogunk látni? Igen, a film tulajdonképp ugyancsak erről szól, ugye, hogy ott több idős ember szólal meg, mondják el ők, és ő nagyon tetszik az egyiknek, hogy azt mondja, hogy miért nem mondták eddig nekünk, hogy csak energia kell. Nézzük meg a filmet! A régmúlt időkben az emberek századokon át remélték, hogy az alkímia tudománya rátalál a bölcsek kövére, ami az örök élet és a fiatalság záloga. Ideális körülmények között egy ember akár 120-150 évig is élhetne. Ha hihetünk a Bibliában található számoknak, nem Matuzsálem az egyetlen, aki több száz évig élt. A Bibliát nem akarom ugye, hogy 536 éves volt Noé, vagy 200 évesek, 300, rengeteg volt. Abban az időben valószínű nem tudták azt, hogy meg kell halni 80 évesen. És előtte 20 évig betegnek kell lenni. Napjaink tudósai ma már nem annyira az örök élet titkát keresik, hanem a szervezet öregedését próbálják meggátolni. Nem fiatalító csodaszert keresnek, hanem az öregedés biológiai, fizikai és energetikai okait kutatják. Kecskeméti Lajos mérnök és feltaláló a kvantumrezonancia kutatási eredményeit felhasználva alkotta meg a biorezonanciás készülékét, amellyel tulajdonképpen minden betegség eredményesen kezelhető. A gép természetesen nem a bölcsek kövét rejti, hanem az egészséges szervek frekvenciáit, amelyeket a testbe juttatva visszaállítják a sejtek megfelelő rezgés számát, ezáltal egészséges működésre késztetik őket. A módszer teljesen egyedi, ez a saját kidolgozásom, nem tudok róla, hogy még ilyen módszer működne. A lényeg az, hogy az egészség egy laza, könnyed áramlás. Ha az áramlás megvan, akkor az egészség helyreáll. Kecskeméti Lajos rendelőjében eddig több mint 10 000 fordultak meg a legkülönbözőbb panaszokkal. Készüléke 90% feletti sikerességgel vizsgázott majdnem minden betegség esetében. Problémák adottak a vérnyomásommal, nem tudták hosszú éveken keresztül beállítani, próbálkoztam mindenféle gyógyszerrel, a végén már úgy haragudott rám a körzeti orvos, meg akármit adott, mindentől beteg voltam. Nagyon fáradt voltam, nagyon gyenge voltam, szédültem, szóval minden. Egyszer csak látom a 6-os csatornán a Kecskeméti úrnak a szerkezetét, mindjárt érdekelt, fölkerestem, és akkor ugye mindjárt felmérte az energiámat. Hát olyan számokat mért föl, hogy hát mondom, csoda, hogy egyáltalán menni tudok. Hát alacsony minden érték most. Ugye a FOL diagnosztika szerint mérni lehet a szervek állapotát. Ezt megtesszük, ezáltal látjuk, hogy a szervek energetikailag hogy dolgoznak. Ugye arról mindenki hallott, hogy a testnek van egy aurája, egy elektromágneses tere. A szerveknek a máj, a lép, a gyomor, a vese, a húgyhólyag, mindnek van egy EM tere, egy elektromágneses tere.
Tekintettel arra, hogy ezt mérni lehet, ez egy mérnöki munka tulajdonképpen. Ha mérni lehet és ismerem a frekvenciát, akkor vissza is tudom ezt állítani. A kvantumrezonancia módszere nem a betegség oldaláról közelíti meg a problémát, hanem az egészséges rezgések által harmonizálja a szervezetet. A Geronto Elixir tulajdonképp egy kvantumrezonátor, ami a kvantum szabadságát összehozza az emberi szervek pontos frekvenciájával. A kvantumrezonancia módszere tulajdonképpen nagyon egyszerű. A szerveket alkotó egyes sejtek akkor működnek jól, ha mindegyik sejt a neki megfelelő rezgésszámon dolgozik. A máj sejtjeinek esetében ez például 14 Hz. Máj betegségek esetén ez az érték azonban eltolódik, így a sejtek nem tudják a munkájukat megfelelően végezni. Következésképpen a szerv működése nem lesz kielégítő. Kecskeméti Lajos találmánya úgy tűnhet, mintha minden betegség egy gyógyítógép lenne, hiszen több mint 200 különböző problémára való program van benne eltárolva. Valójában azonban a készülék nem a betegséget kezeli, hanem segít a szerveknek visszanyerniük egészséges frekvenciájukat. Annak örültem, amikor meghallottam a Kecskeméti úrnak a szavaiból, hogy itt nem a diagnózisokkal és nem a betegségekkel foglalkozunk, hanem itt igenis az energiaellátásra összpontosít ez a szerkezet, és ezáltal töltődik föl a szervezet. Kecskeméti Lajos kvantumrezonanciás rendelőjét természetesen inkább konkrét betegségekben szenvedők keresik fel, viszonylag ritka, aki fiatalodni szeretne. Az, hogy az öregedés az életrendje, és ez ellen nincs mit tenni, olyannyira beépült a köztudatba, hogy nehéz elhinni az ellenkezőjét. A hozzánk forduló páciensek nyilván, hogy egy betegséggel jönnek hozzám, hogy magas vérnyomás, érrendszer, szív, ritmuszavar, tüdőelégtelenség, látás, hallás, bármit mondhatok. Nyilvánvaló ugye, hogy ezt a betegséget csak úgy nem söpörjük a szőnyeg alá, hanem maga a megközelítés az, ami az egységre utal, hogy az egységes energetikai rendszereket kell rendbe tenni. Az öregedés azonban nem betegség, bár az időskorral többnyire együtt jár a vitalitásvesztés. Az immunrendszer, mint a szervezet öngyógyító képessége, saját maga korrigálja hibáit, így képes lenne a szervezet eredeti állapotát fenntartani. Az immunrendszer különben fantasztikusan tanulékony, tehát szinte az immunrendszer saját maga gondolkodik. Elvileg tehát visszaállítható a tökéletes egészség, és leállítható az öregedés folyamata. Gyógyíthatatlan betegség nincs, de gyógyíthatatlan személy van, aki képtelen a változásra, a megbocsátásra, és képtelen változtatni a felfogását. Hát nagyon felemelő érzés, amikor nem kell meggondolni minden lépést, mert ugorhatok és tehetem a dolgomat, és nem pedig mást kell megkérni, hogy te légy szíves, adjál már egy pohár vizet, mert nehezemre esik felállni. Hány beteg megy, alig tud járni, de ha volna energiája, ha tudná, hogy ha energiát föltöltik, akkor szaladna vigan, nem volna senkinek a terhére, sem az államnak, sem a kórházaknak. Miért nem lehet ezt bevezetni? Most, hogy láttuk a filmet, akkor arra lennék kíváncsi, hogy összefoglalna, hogy mi mindenre jó még, tehát mit lehet harmonizálni a géppel, mert itt már nagyon sok mindent hallottunk. Tehát a gép rengeteg harmonizálást elvégez, de előre szeretném bocsájtani azt, hogy az orvosi kezelést, a diagnózist a gép nem helyettesíti. Uh-huh. Tehát a gép, ugye az ember működésére van hangolva, tehát az ember az univerzum manifestációja, tulajdonképp minden rezgés, rezeg a csésze, az óra, ez a gomb, egy ingomb, bárminek, mindennek van rezgése. Tulajdonképp ez uralja az univerzumot, a gépnél ezt használtuk fel, nincs mellékhatása, ártani nem tud, ezért bátran, nyugodtan használhatja. Most, ha nem csak az öregedésre gondolunk, hanem hirtelen akut betegségek, akkor is van értelme? Így van. Tekintettel arra, hogy nem
Tehát sohasem egy szimptoma, tünet okozza a problémát, mindig az egység, az egész testet kell nézni. Ha például van egy megfázásom, van egy légkurutom, akkor nyilván a tüdő, szinuszitis, orrmelléküreg, légcső, mind a három benne van. A gép úgy van beállítva, egységébe kezeli. Főleg ugye arra reflektáltunk, hogy a három népbetegség, a tüdő, ugye aszma, légzési volumen növelését képes megcsinálni, a légszó miatt akár tüdőnél rákosabb belváltozás. Tehát ezek mind arra utalnak, hogy a mai világunkba mai világunkat a szorongás félelem uralja. A légzési volument megnöveli, szív, tüdő, keringés, nincs több. Nem kell tovább variálni. A másik, a diabetes, ugye ez a szeretetlenség, a szeretet ellenfogadása, tehát tulajdonképp a szeretet körül mozog az egész. Ennél az a lényege, hogy a hasnyálmirigy, ha még a Langenhaus szigetek termelnek bétatestet, rögtön átveszi a funkcióját, a sejteket aktiválja, és azonnal elkezdi az inzulin. Nem kell kívülről beinni. Ha már itt tartunk, akkor ugye nagyon fontos, hogyha elmegyünk egy helyre, hogy fogadnak minket. Kedves Réka, mit jelent az? Ugye mi egy stresszes világból belépünk önökhöz. Mi fog ott velünk történni? Elsősorban nyugalom. Kellemes zene szól. Nem sietetünk senkit. Helyel kínáljuk a pácienset. És amit csak kíván, teát, vizet. Van egy kis ideje megnyugodni, megérkezni, és akkor ezek után jöhet a vizsgálat. Én azt hiszem, hogy egy kicsit felkeltettük az érdeklődést ez iránt. Én most még Lajost kérem meg, hogy egy mondattal foglalja össze mindazt, amiről ma beszéltünk. Akkor vagyunk egészségesek, ha az energia áramlás tökéletes a testünkben.